Állampolgársági eskük Terézvárosban. Választás 2014. Jelölt állítás. Testületi ülés Terézvárosban. Az örök nő. Tanszaki vizsga a Benczúrházban. Farsang a Tegoszban. 2014. március 10-én Önök a Terézvárosi Híradót látják. Köszöntöm Önöket, Bajer Ilona vagyok. Összesen 17-en tettek magyar állampolgársági esküt Hassai Zsófia Terézváros polgármestere előtt március 5-én. Az egyszerűsített honosítási eljárás keretében azon külföldön élő, határon túli magyarok is benyújthatják kérelmüket, akik magyar nemzetiségüket okirattal tudják bizonyítani. Valamint azok is, akik a régi Magyarország területén születtek és magyar állampolgárságukat a trianoni diktátum vagy a II. Bécsi egyezmény következményeként veszítették el. Az egyszerűsített honosítási kérelmet lakóhelytől függetlenül 2200 magyar anyakönyvi hivatalban, több mint 90 külképviseletem, valamint a bevándorlási és állampolgársági hivatal megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálati irodáiban, illetve a kormány ablakoknál is be lehet adni. Amennyiben nincs szükség hiánypótlásra, az egyszerűsített eljárás keretében 3 hónapon belül állampolgársági esküt tehetnek a kérelmezők az általuk választott település polgármestere előtt. A honosítási okmányok átadása után a Terézvárosi Önkormányzat nevében Hassai Zsófia gratulált az immáron magyar állampolgárokká lett honfitársainknak. Ellenőrizve a leadott ajánlóíveket a következő időpontokban az alábbi személyeket nyilvánította hivatalosan is országgyűlési képviselőjelöltnek a Budapest 5-ös számú egyéni választókerület választási bizottsága. Elsőként február 19-én Róna Székkényi Keresztes Mónikát, a Fidesz-KDNP képviselőjét. Másodikként február 24-én dr. Olá Lajost, az MSZP, az Együtt, a DK, a PM és az LMP közös jelöltjét. Harmadikként és negyedikként február 27-én Csiba Katalin Gyöngyvért, az LMP, majd Stummer Jánost, a Jobbik képviselőjét. Ötödikként pedig március 3-án Varga Tibort, a JESZ képviselőjét. A témával bővebben foglalkozunk az Önkormányzati Percek című műsorunkban. Testületi ülést tartott Terézváros önkormányzata február 27-én. Tárgyaltak többek között az esélyegyenlőségi program keretében biztosított támogatásokról, az önkormányzati működtetésű általános iskolában és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről, a tankönyvvásárlási támogatásokról, valamint az önkormányzat tulajdonában álló, de nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díjszabályozásáról is. A nyílt ülést követő zárt körű megbeszélésen megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait és pottagjait. Tárgyaltak továbbá a felnőtt házi orvosok praxisjogának elidegenítésének kérdéséről. Az örök nő. Ez a címe annak a fotókiállításnak, amely március 6-án nyílt az 5-ös 10 közösségi és kulturális szintér galériájában. A Magyar Fotóművészek Szövetsége szenior alkotócsoportjának tagjai másfél évtizeddel ezelőtt indították útjára a kezdetben is népszerű, mára méltán sikeressé vált vándorkiállításokat. A művészi felvételeket március 26-áig tekinthetik meg az 5-ös 10 első emeleti kiállító termében. Az örök női, vagy más fordításban örök asszonyi jelképet Goethe Faustja óta használjuk, mégpedig a lélek, a fény és az egyesítő szeretet kifejezésére. A női alapelv ősereje képes meghaladni a halandóságot. Képes arra, hogy minden akadály és ellenállás dacára megszelídítse, berendezze, éltesse és tovább vigye a mindenkori jelenvaló világot, mondta megnyitó beszédében Hassai Zsófia polgármester, majd így folytatta.
A most nyíló kiállítás kísérlet a női misztérium feltérképezésére és körüljárására. A Magyar Fotóművészek Szövetsége szenior alkotócsoportjának tagjai lányokról, asszonyokról készített felvételeikkel pályázhattak a szövetség felhívására. A beérkezett fényképeknek pedig válogatott színejava itt lóg most galériánk falain. Tanszaki vizsgakoncertet tartott a Jazz and More énekegyüttes a Benz úrházban. Az évszázados múltú patinás épületben kiemelten fontosnak tartják a művészetek ápolását. Ezúttal a muzsika, s azon belül is az együtteneklés szépsége került a középpontba. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán szavai egy olyan gondolatrendszerről szólnak, amelynek az egyik alapköve a kórus éneklés. A Jazz and More egy műfajában egyedülálló és egyben stílusteremtő énekegyüttes. Tagjai közül többen önállóan is képezik magukat. A műsor első felében a szólisták léptek fel. Ebben a házban volt ugye a fellegvára a jazz oktatásnak, és szeretnénk a megnyitás óta is hűségesek maradni a jazz műfajához. Így gondoltuk aztán a kolléganőimmel, hogy mindenképpen a vokális jazz éneklés felé fordulunk, mert ez eléggé mostoha, kevésbé szeretik, pedig hát, hogyha megnézik a különböző vetélkedőkön, idézőjelben mondom, akkor ott elég gyakran lehet ezekkel az a cappella zenékkel, zenéléssel találkozni, úgyhogy ez egy sorozat, és ennek én nagyon örülök, hogy erre elég sokan jöttek, ahogy hallja a néző. A kórus repertoár bővülésével időnként megjelentek az örökzöld slágerek, jazz átiratok, gospelek, és az éneklést kiegészítette a mozgás, a tánc és a hangszeres kíséret. Valamennyien amatőrként a műfaj iránti szeretetből énekelnek, és az, hogy milyen eredménnyel, arról a sok hazai és egyre több külföldi felkérés és siker tanúskodik. A Jazz and More műsorának második felében népszerű átdolgozásokat és látványos koreográfiákat élvezhetett a közönség. A Terézvárosi Gondozószolgálat farsangi mulatságot szervezett a Benczúr utcai idősek otthonában. Az intézmény gondozottjait és munkatársait az esemény előtt Hassai Zsófia, a kerület polgármestere köszöntötte. A jó hangulatú rendezvény a jelmezesek felvonulását követően közös tánccal és beszélgetéssel ért véget. Smolcné Havas Pálma, a Tegosz nemrégiben kinevezett intézményvezetője nyitotta meg az idősök által várva várt farsangi bált. A polgármester asszony köszöntője után a nagy terem átalakult farsangi szigetté, ahová sorra érkeztek a jelmezükben a világnépeit képviselő szépkorúak. Nagyon jól sikerült, úgy érzem, ez a rendezvény. Az idősek nagyon jól érezték magukat, mindenki táncolt, mulatott, a jelmezes felvonulás kifejezetten színvonalas volt. Én nagyon szeretném, hogyha az elkövetkezendő időkben ezek az összejövetelek sűrűbbé válnának. Szeretnék majd bálokat, különböző rendezvényeket és programokat szervezni az itt élő időseknek. Farsangi Pálon vagyunk a Tegoszban. Milyen volt egy műsorvezetés, miért pont? Ez csodálatos volt, mert ugyanis a szereplőkkel próbáltunk. Igaz, hogy csak egyszer ma reggel próbáltuk át a dolgokat, de mindenki nagyon kedves volt, mindenki benne volt mindenbe, úgyhogy mi átérezzük ezeket a játékokat is. Nagyon jó ez nekünk így nyugdíjasoknak, hogy néha velünk is törődnek. Játszunk egy kis vetélkedőt, neked ki tetszett a legjobban ma?
nagyon nehéz eldönteni, mert sokukat ismerem, sőt az országos művészeti vetélkedőn is szerepeltek egyesek, úgyhogy nagyon tetszett a szőke hölgy, a havai hölgy, de én mögé látom azt is, hogy ő mit tud, mert emlékszem a produkciójára, és hát imádtam a portugál kalózt. Szóval az, ahogy ide bevonult, és hogy előadta magát, ő volt nekem a legélőbb figura. Szerintem itt ma mindenki nyert, és mindenki nagyon jól érezte magát. Az egy fantasztikus dolog, hogyha eljön az ember egy ilyen farsangi mulatságra, és azt látja, hogy az idős emberek milyen optimizmussal élik át a farsangi időszakot, és öltöznek be. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Képviselsz, hogy jókat mulatott, jókat nevetett a versenyen. Hogyha én megkérdezném azt, hogy ma ki volt a győztes, erre mit mondana? Nagyon nehéz lenne válaszolni, mert minden egyes jelmez bevonulás, akkor azt gondoltam, hogy na most akkor ő lesz a győztes, de nem tudok választani. Nagyon-nagyon üdítő volt számomra is, hogy tényleg a nyugdíjas korú emberekben mennyi a lelkesedés egyébként, amit tapasztalok egyébként a lakosság körében is, hogy a fiatalok egy kicsit apatikusabbak. Tehát a középkorosztály, az idősebb emberek tudnak kifejezni több érzelmet, akár pozitív, akár negatív irányban. De itt ez a közösség, ami kialakult, meg ez a vállalkozó szellem, hogy tényleg különböző korszakoknak a jelmezébe beöltözve, vagy különböző nemzetiségek jelmezébe beöltözve át tudtak lényegülni, úgyhogy nagyon jó kedve derített bennünket is. Itt vagyunk a Tegosz farsangon, és bevallom őszintén, hogy egyik kedvencem Gabika néni volt. Elárulja nekem, hogy hány éves? 86. évenben vagyok, és igyekszem nagyon fiatalos maradni, és sokat mozgok azért, hogy ne öregedjek meg. Az ember egyedül él, hát mit tud otthon öregen csinálni, semmi egyebet. Minden nap bejövünk, el vagyunk foglalva, jól érezzük magunkat, és ez nagyon jó. A hétköznapinak közel sem nevezhető felvonulás utáni rövid szünetben Hassai Zsófia polgármester csokoládéval kedveskedett nem csak a világkonferenciára érkezőknek, hanem a többi gondozottnak is. A rövid pihenőt közös tánc követte, amelyen jókedvűen vett részt a polgármester mellett Róna Székiné Keresztes Mónika országgyűlési képviselőjelölt is. Önök a Terézvárosi híradót látták, kérem írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket a képernyőn látható elérhetőségeken. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!